Az elmúlt hétvégén 7 vármegyebeli csapat lépett pályára a Magyar Kupa 2024-25-ös sorozatában az országos főtábla első körében. Közülük a Máté Szalka, az Újfehértó és a Tarpa továbbjutott, a Sényű, a Nyírbátor, a Nagyecsed és a Baktalórend háza pedig elbúcsúzott a további küzdelmektől. Hétfőn pedig már a 2025-26-os sorozat szabolcsi csapata is sorsolták egymás mellé az MRS vármegyei igazgatóságán. Összesen 29 csapat nevezett a megyei kupára, ebből egy csapat még a sorsolás előtt visszalépett, így 28 csapattal számolunk. Úgy indítottuk a sorsolást, hogy a 28-ból 4 csapatot kiemeltünk. Ez a 4 csapat a tavalyi kupagyőztes, az ezüstérmes, illetve az elődöntőnek a 2 csapata, megnevezve a Tarpa, az Újfehértó, a Nyírbátor és a Baktalórend háza. A megmaradt 24 csapatot 12 párba sorsoltuk, és augusztus 21-én játsszuk le az első fordulót. Ebben az évben még 2 fordulót fogunk lejátszani. Minden forduló után nyilvános sorsolást fogunk tartani, ugyanúgy, mint ezt most is tettük. Egyelőre az MLS-től nem kaptunk még létszámot. Általában ezt év végén, illetve a következő évnek az elején szoktuk megkapni. Azért alakítjuk ki mindig azt a helyzetet, hogy 16 csapatig jussunk el, és onnan tudjuk egyszerűen megoldani egyrészt a megyei kupa döntőt is, illetve a országos főtáblára való feladást is. A hétvégén a vármegyei első osztály nyitó fordulójával elrajtol a bajnoki szezon is. Rendben van minden, ugye ezek közül a megyei csapataink közül többen már az elmúlt hétvégén az országos kupa első fordulójának főtáblás mérkőzésein pályára léptek, ugye játszották az edzőmérkőzéseket, úgyhogy rendben van. Kicsit csonka lesz az első forduló, hiszen lesz egy olyan párosítás, a Baktalórendház, a Nyírbátor párosítás, amit majd október végén pótolnak, hiszen mind a két klubnál olyan rendezvény lesz a hétvégén, ami miatt most nem tudják lejátszani a mérkőzést, tehát az első fordulóban 6 találkozóval kezdünk a vármegyei első osztály. A forduló párosítása következő Újfehértó Vásárosnamény, Gergely Uvornya Mándok, Kemecse Ibrány, Nyírvasvári Tarpa, Kótai Nyírmegyes és Nagykálló Csenger.